még szorosabb együttműködés várható Kárpátalja és Ausztria Burgenland szövetségi tartománya között, akik már a 90-es évek óta ápolnak testvéri kapcsolatot vidékünkkel. A napokban a két közigazgatás vezetői kulturális és gazdasági együttműködésről szóló keretegyezményt írtak alá. Ми обговорили сьогодні дуже багато різних тем щодо налагодження співпраці в плані. Ezen a találkozón számos kérdést sikerült megbeszélnünk a gazdasági együttműködés terén. Még korai erről nyilatkozni. Megosztottam az elképzeléseimet a kormányzóval, és ha ezeket sikerül megvalósítani, akkor ez Kárpátalja számára nem csupán egy nagy lépés, hanem egy nagy ugrás lesz. То для Закарпаття це буде дуже невеликий крок. Az osztrák vendég szintén szűkszavúan fogalmazott, hiszen egyik vezető sem szeretné idő előtt nyilvánosságra hozni a részleteket. Viszont mindketten utaltak rá, hogy az együttműködés valóban eredményes lehet. Remélem, hogy 2 hét múlva, amikor újra ideérkezem, akkor már konkrétabb válaszokat fogok tudni adni. Ez természetesen az infrastruktúrára vonatkozik, de az üzemanyagellátásra is. Дуже цікаве, добачте, завдання. Ausztria egyike annak a két országnak, amelyek üzemanyaggal fogják ellátni Kárpátalját. Hálás vagyok a támogatásért és azért, hogy Hans úr készen áll segíteni nekünk. Ezen kívül Kárpátaljának az EU-ban való képviseleti szerepvállalásáról is beszéltünk. Megállapodtunk, hogy 14 nap múlva újra találkozunk és megtárgyalunk néhány konkrét kérdést, ami az üzleti életet érinti, illetve azokat a kérdéseket, amelyek a tartomány területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatására vonatkoznak. A burgenlandi tartomány számos ukrán menekültet fogadott be és szállással, valamint anyagi és szociális juttatásokkal is támogatja őket. Ezen kívül az osztrák delegáció megígérte, hogy több mint 600 ukrán gyermeknek biztosít idén-nyáron üdülési lehetőséget. Legközelebbi látogatásuk során pedig, amire 2 hét múlva kerül sor, 7 tűzoltóautót hoznak majd az ukrajnai katasztrófavédelem részére.